Gárdonyi Géza életútjával is megismerkedtek a Deák úti általános iskola diákjai annak a rendhagyó irodalomórának a keretében, melyet a Gárdonyi emléknap alkalmából tartottak az oktatási intézményben. 2013. október 17-ét, az Egri vár védőinek törökök feletti győzelmének napját az országgyűlés nyilvánította Gárdonyi Géza emléknapjává. Emellett idén van az egri hősök tetteit megörökítő író születésének 150. évfordulója. Az Egri csillagok volt élete főműve. Ez az olvasmány, belőle készült film. Maga a történet az mai ember, egy mai gyermek számára is tanúságos, hiszen a hazát azt ma is szeretni kell. Hál' Istennek nincs most olyan esemény, ami miatt az embernek a vérét is áldoznia kellene, érte, de tudjuk azt, hogy a történelem folyamán viszont számtalan olyan ember élt itt Magyarországon, aki ezt megtette, jelen esetben az egriekre, az egri hősökre emlékezünk ezen a napon is, Gárdonyi Gézára. Az iskola diákja és pedagógusai már hét elejétől készültek az emléknapra. Az alsó tagozatosok Gárdonyi Géza gyermekmeséivel ismerkedtek, a nagyobbak pedig az ajánlott, illetve kötelező olvasmánynak számító egri csillagokból szemezgettek részleteket. A kisebb gyermekek nagy élvezettel olvasták Gárdonyi Géza gyermekmeséit, a nagyobbak pedig a történelmi ismereteket olvasztották be a mai napba. Szerepet kapott a vár, a harci jeleneteknek a megbeszélése, és most összegzésként egy prezentációs műsorral készültünk a gyerekeknek. A parlament javasolta a köznevelési intézményeknek, hogy ezen a napon foglalkozzanak Gárdonyi Egri csillagok című művével, és ezzel emlékezzenek az íróra és a magyar történelem kiemelkedő eseményére. A Deák úti általános iskolában pedagógusok és diákok közösen tették ezt meg.